Benépesült a Balatonszárszói központi strand, sokan pihentek itt az ünnepi hosszú hétvégén. Csiki Istvánék Németországból érkeztek, évek óta a Balatonnál nyaralnak. Idén helyi és budapesti programokat egyaránt beterveztek. Holnap megyünk ugye Pestre, mert megyünk a tűzi játékokra, és azt megnézzük, utána meg jövünk vissza, és akkor 26-áig még itt leszünk a strandon. Kegyes volt eddig az időjárás a strandolókhoz, nem lehet panaszra idén-nyáron a jó időre. Nagyon korán kezdődött az idei szezonunk, nagyon jó idő volt júniusban már, és szinte minden nap teltházzal vagyunk itt a Balatonszárszói központi strandon. Készültünk erre a hosszú hétvégére is, rengeteg bérletet adunk el, nagyon sok a visszatérő vendégünk, és nagyon sok az új vendég is. Nem csak a strandokon, hanem a szállodák medencéinél is sok vendég pihent a Balatonnál. Ebben a siófoki hotelben a július 80% feletti foglaltságot hozott, de az augusztus is nagyon népszerű. Mint azt a szálloda marketing és értékesítési igazgatója elmondta, a vakáció utolsó heteiben is sok foglalás érkezik hozzájuk. Megváltoztak az utazási szokások is, azt látjuk főleg a belföldi piac esetében, hogy a családok több, rövidebb tartózkodásra érkeznek akár ide Balaton régióba is, úgyhogy most mégis folyamatosan érkeznek a foglalások a augusztus 20-a és 31-e közötti időszakra, 2-3 éjszakás foglalásokkal. Aki nem csak a strandon vagy a medenceparton pihent volna, bőséges programkínálatból válogathatott a Balatonnál. Számos településen borfesztiválokkal, kulturális és gasztro eseményekkel várták a vendégeket az elmúlt napokban.